Két héttel ezelőtt a Pécs együttesét látta a vendégül a Tigracete Feger UB1-es vízilabda csapat, akkor hosszú idő után újra győzni tudott a hazai gárda, mégpedig 14-6-ra. Az elmúlt hétvégén a bajnokság 11. fordulójában ismét hazai pályán játszott az Eger a Szeged ellen. A gólok sorát a fehér sapkás hazai együttes indította, majd érkezett még két találat tőlük, a negyed vége előtt egy másodperccel pedig a vendégek is betaláltak. A második játékrész izgalmasabbnak mutatkozott, hiszen a Szeged igyekezett felzárkózni. 4-4-es döntetlennél úgy tűnt, hogy ez sikerült. Azonban az egriek gyorsan válaszoltak erre a próbálkozásra, a végére a vendégek újból kiegyenlítettek. Fordulás után fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd a negyed közepétől magasabb fokozatra kapcsolt a házigazda. Így a játékrész végére egy 3 gólos előny alakult ki az Eger számára. Az utolsó játékrészben igyekezett felzárkózni a Szeged, azonban a hazaiak szinte összes támadása célt ért, így végül 15-11-re az Eger nyert a Bicskei Aladár uszodában. Az Eger jelenleg a 8. helyen áll a bajnokságban 4 győzelemmel és 7 vereséggel. Már csak 2 mérkőzés vár a gárdára a szezon első felében. December 8-án szerdán a Szentes vendégei lesznek, zárásként pedig a Miskolc lesz az ellenfél a Bicskei uszodában december 18-án. A férfi gárda mellett a női UB1-es vízilabda csapat is hazai pályán játszott. A Magyar Kupa negyed döntőjében elsőként 8-6-ra nyertek a BVSC Zugló vendégeként december 4-én, majd másnap a Bicskei úszodában fogadták az ellenfelet. Itt pedig 7-6-ra sikerült győzniük, így tovább jutottak a sorozat elődöntőjébe, akárcsak a Szentes, a Dunaújváros, valamint az UVS-e.